Most az alsó tagozatosok úszóversenye folyik, ez az első napunk. Holnap a felső tagozatosok jönnek, a harmadik, negyedik korcsoport, és mivel a szalagavató is a héten van a gimnáziumban, ezért az úszóversenyt a szalagavató utáni hétre tettük. Ez volt a testnevelő kollégák kérése, hogy csak a szalagavató után legyen középiskolás úszóverseny. A mai napon is 100 körüli versenyzővel számolunk, hiszen fiú-lány, gyors és mellúszásban az egyes korcsoportban is 4 féle versenyző volt, ugye ott a 12-14 indulóval számolva körülbelül 50 versenyzőnk volt, a kettes korcsoportban szintén fiú-lány és gyors mellúszás, tehát 4 kategória, ott is voltak nagyobb számok, tehát volt olyan előfutam, ahol 16-an indultak, de volt olyan, ahol csak 10. És hát ugye ehhez jött még az aznapi, ma reggeli megbetegedések, jó néhány versenyző lemorzsolódott, a rajtkőre hívás közben jöttünk rá, hogy nem jelent meg. Elégedettek vagyunk, hiszen a láthatóan nem csak az indulók számában, hanem a technikában és az időeredményekben is látszik egy bizonyos fejlődés, és hát ugye megyei versenyekre jutnak tovább innen a versenyzők, akik igen szép eredményeket értek el 50 méteres medencében. Ugye mi ebben a 25 méteres medencében rendezzük a versenyt, és ez egy picikét probléma, hiszen a megyei döntőben 50 métert kell úszni, és láthatóan 25 méter után nagyon keresik a falat a kiskörösön tovább jutott versenyzők, és akkor még jön egy 25 méter, de igyekszenek felkészíteni a kollégák, a gyerekeket arra, hogy ez aztán későbbiekben ne legyen probléma. Váltóban, egyéni számokban is szép sikereket értek el már a gyerekek. Az eredmények a következők. Az első korcsoportban, mellúszásban 25 méteren a fiúk versenyét Tóth Benyelmin nyerte Soltvadkertről, a lányok közül pedig Szikszai Maja Petőfiből lett első. Az első korcsoportosok küzdelmeiben gyorsúszás versenyszámban 25 méteren ugyancsak Tóth Benyelmin szerezte meg az első helyet, a lányok között pedig Simon Jázmin a Petőfiből lett az első. A második korcsoportosok küzdelmeiben mellúszásban 25 méteren Harangozó Andor diadalmaskodott a Petőfiből, és a császártöltési Husti Hanga lett a lányok versenyében az első. Második korcsoportban gyorsúszásban 25 méteren ugyancsak Harangozó Andor lett az első a Petőfiből, a lányok versenyében pedig Antal Miriam Csengődről. A harmadik korcsoportosok versenyében mellúszás versenyszámban 25 méteren az első helyet Belán Gergő szerezte meg a Petőfiből, és a szintén Petőfis Tóth Eszter lett az első a lányok versenyében. Harmadik korcsoport gyorsúszásban 25 méteren első lett Boldocki Róbert a Petőfiből, a lányok közül pedig első Schwarz Korinna ugyancsak a Petőfiből. A negyedik korcsoportosok mellúszás versenyében 25 méteren első lett Fődi János a gimnáziumból, a lányok közül pedig Verebélyi Liza a Petőfiből. A negyedik korcsoport gyorsúszás 25 méteres versenyszámot Barcsik Zoltán nyerte a Petőfi csapatából, és a lányok közül pedig Verebélyi Liza lett az első ugyancsak a Petőfiből.